Szeretettel köszöntünk mindenkit, országjárásom során ezúttal itt vagyok Pest megyében, egy olyan választókerületben, ahol rengeteg helyi problémát láttunk, és nyilván ezekről a helyi problémákról a helyi országgyűlési képviselő jelöltünk fog majd beszámolni, akit ezúton szeretnék bemutatni, nem is akárkit köszönhetek, hiszen a Mi Hazánk Mozgalom helyi országgyűlési képviselő jelöltje az a László Attila, aki a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője, egy olyan igazi hazafi, egy régi bajtársunk, aki a magyar gárda szellemiségét tovább vitte akkor is, amikor a hatalom mindenféle eszközzel próbálta megszüntetni, betiltani a magyar gárdát. És ahogy én ezt országjárásom során már nagyon sok helyen elmondtam, számomra az a legfontosabb a 2018-as választások tapasztalatából kiindulva, hogy olyan jelölteket ajánlhatok az önök figyelmébe, akik 100%-ig megbízhatóak, akik megvesztegethetetlenek, akik rendíthetetlenek, akik olyan igazi hazafiak, akikkel nagyon-nagyon régóta küzdünk már együtt, és én azt gondolom, ez most a legfontosabb tulajdonság kell, hogy legyen egy országgyűlési képviselő jelölt esetében. Vissza kell adni az embereknek a hitet, és vissza kell adni az emberek számára a bizalmat. László Attila személyében egy ilyen jelöltet mutathatok be önöknek. A Magyar Gárda alapítása után a Magyar Gárda sajtósa volt, illetve Békés megyei kapitánya volt, és amikor a Magyar Gárdát mindenféle hatalmi eszközzel megpróbálták eltiporni, betiltani, akkor a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület létrehozásával, vezetésével vitte tovább azt a szellemiséget, amelyre óriási szükség lenne ma is Magyarországon, hiszen látjuk, hogy azok a problémák, akár népesedési, akár közbiztonsági, akár egyéb problémák nem szűntek meg, amelyek életre hívták a Magyar Gárdát, és László Attilának köszönhető az, hogy ez a szellemiség, ez az összetartás, ez megmaradt, hiszen a Magyar Önvédelmi Mozgalom ma is egy fejlődőképes, egyre erősebb olyan szervezet, amely most már a Mi Hazánk Mozgalommal szövetségben igyekszik Magyarországot megmenteni, sőt nem csak megmenteni, hanem újra felépíteni azt a nemzetgazdaságot, visszaadni a magyarságnak azt az erőt, amelyet korábban még képviseltünk, de az elmúlt évtizedek politikai elitje mindezt tönkretette és leépítette. Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel és nagyon büszkén ajánlom a Pest megyei választókerület minden szavazópolgárának figyelmébe László Attilát, hiszen ahogy mondanám, egy ilyen hazafiért, egy ilyen bajtársamért bármikor tűzbe merem tenni a kezemet. És akkor ezzel át is adom László Attilának a szót, hiszen elsősorban ő az, aki most is itt Nyíregyházán vagyunk, és a környéket járva föltérképezte, hogy ebben a választókerületben melyek a legfontosabb problémák. Először is szeretném megköszönni a bizalmat, hogy Pest megye 10-es számú választókerületének a tekintetében a Mi Hazánk Mozgalom elnökségének rám esett a választása. Több mint 15 éve foglalkozom a közösségépítéssel, az aktuálpolitikával, és látom, hogy mekkora baj van ebbe az országba, és azt is látom, hogy nincs más út, és nincs más párt a Magyarországon, mint a Mi Hazánk Mozgalom. Baj van ebbe az országba, és Magyarországnak, nekünk magyaroknak az az egyetlen egy esélyünk ebben a mostani élethelyzetben, ha összefogunk, és kiállunk egymásért, és megvédjük a hazánkat, Magyarországot. Nincs mire várnunk, sem az államnemzeti Fideszre, sem pedig a balliberális ellenzékre nem számíthatunk. Ők nem jelentenek megoldást a számunkra. A megoldást ma Magyarországon, itt a mellettem álló Torockai László jelenti, és mi magunk, akik összefogtunk vele, és képviseljük a valódi nemzeti értéket Magyarországon. Pest megye 10-es számú választókerülete, a Csonka Magyarország mértani középpontja. Én ismerem jól az itt élő emberek problémáit, itt zögykölődök a döcögős utakon, ismerem az egyéni vállalkozók, a kisvállalkozók, a középvállalkozók nehéz helyzetét, és sajnos az áldatlan közbiztonsági állapotok miatt is számtalan demonstrációt kellett már tartanunk ebben a térségben. Ezekben a kérdésekben szeretnék összefogni és együtt gondolkodni az itt élő lakossággal, mert összefogva és együtt gondolkodva fogjuk tudni jobbá, szebbé és élhetőbbé tenni térségünket. Kívánok minden magyar honfitársamnak szebb jövőt, és Isten áldja Magyarországot!